A kommandósok az Irinyi és a Mészáros Lázár utca sarkánál, ennél a garázsnál csaptak le a drogkereskedőkre. A terrorelhárítók ezt a garást vizsgálták át, a garázskapun és az áron jól látható a felfeszítés nyomai. Az akciót a budaörsi rendőrkapitányság kérésére hajtotta végre a terrorelhárítási központ. Meg nem erősített információink szerint a nyomozók hosszabb ideje figyeltek egy budapesti dílert. A férfi hétfőn jött Kecskemétre, hogy átadjon egy feltehetően kábítószerrel teli csomagot a garázs tulajdonosnak. A kommandósok az átadás pillanatában csaptak le a két dillerre. A garázs tulajdonosnak az édesapja mondta, kissé felháborodva, hogy erőszakkal föltörték a garást, mert állítólag a tulajdonos az nem nyitotta ki nekik. Hivatalos információt még nem kaptunk az esetről, így egyelőre nem lehet tudni, hogy a nyomozók mekkora mennyiségű kábítószert foglaltak le. Az ügy további részleteiről a későbbiekben számolunk be.